Vallásos családból származom. Az édesanyám református volt, az édesapám római katolikus. Amikor megszülettem, volt belőle egy kis vitájuk, mert a nemek, a vegyes házasságokban a nemek követik a szülőket, de a testvérem akkorra már, mivel 6 évvel öregebb, református lett, és így az apukám nagyon szerette volna, hogy én legyek római katolikus, de az édesanyám nagyon erős volt, és így a református vallásra kereszteltek. Nem volt nehéz a református vallás gyakorlás. Csodálatos volt a gyerekkorom, egyszerű. Minden vasárnap jártunk istentiszteletre, sok kisgyerek, kicsit nagyobb, élveztük. Aztán később konfirmáltam annak idejébe, és vallásgyakorlók voltunk. Tehát nekünk az nem volt probléma, hogy megtérjünk, mert az én őseim, de nem csak a reformátusok, hanem a római katolikusok is templomba járók voltak és hívő emberek. Szekszárdon jártam a Barai János gimnáziumba. Nem volt könnyű, mert éppen negyedikes voltam, amikor az édesapám meghalt. Sokat küzdöttem a jövőért. Aztán mégis úgy sikerült, hogy egy pont híján nem vettek föl a tanítóképzőben, és Szekszárdon találtam munkahelyet. Kicsit lehet, hogy kalandos úton, de a Népbolt vállalathoz nyertem felvételt. Az életem meghatározó része lett az a 11 és fél év, amit ott töltöttem. Nagyon jó emberekkel töltöttem együtt. Hálás vagyok a jó Istennek, hogy őket mérte ki arra, hogy igazából felnőjek. Aztán éltük az életünket, és éreztem, hogy volt mögöttem mindig, aki kicsit súgott, hogy neked még Judit tanulnod kell, itt még nem vagy kész, nincs vége az ismeret szerzésednek, tehát nem csak az élet útját kellett járnom, illetve kellett volna akkor járnom, hanem valami egyetemi vagy főiskolai képzésre kellett volna jelentkeznem, amit végül is megtettem, és mind a második, mind a harmadik alkalommal egy pont hiányzott a felvételimből, és egy kicsit rosszul esett. Egy pont az nem a világ, de pont az egy pont volt az, ami a teológia felé terelt. Azt mondtam az akkori lelkésznek, hogy én elmegyek tanulni. És akkor így kérdezte, hogy mit? Azt mondom, lelkésznek. És ezt nagyon meghökkent láttam rajta, de nem esett a porba. Ez történt talán márciusban, így év elején, és egyszer üzent, hogy aztán most menjek be a parókiára, mert beszéde van velem. És akkor leültünk, és átbeszéltük azt, hogy komolyan veszem-e ezt, mert ő elküldte az ajánlásomat az akkori esperes úrnak. Hát akkor már nem lehetett nem komolyan venni. Amikor elkezdtük Budapesten, Rádai utca 28, az a püspökség, illetve a Teológiai Akadémia székhelye volt, akkor amikor elkezdtük, az még nem számított egyetemnek, de mire elvégeztük, addigra Károli Gáspár Református Egyetemmé akkreditálták, és mi voltunk az elsők, akik egyetemi diplomát kaptunk. Nem volt egyszerű. Mindig számolom a lépcsőket, amikor visszamegyek egy találkozóra vagy közgyűlésre, és sokszor eszembe jut, hogy amikor először megtettem ezt a 4 lépcsőt, akkor nagyon sokat imádkoztam. Az alatt, a rövid idő alatt, hogy ha már így elindultam ezen az úton, akkor legyen velem a jó Isten, és adja, hogy jó végre érjek. A női lelkészi státusz nem egy egyszerű helye az életnek.
Vannak, akik nagyon természetesen fogadják el a női lelkészeket, és vannak, akik ennyi idő eltelte után sem tudják igazából megszokni, hogy nem egy férfi áll előttük. A Mestolnai Református Társegyház községben éppen 30 esztendeje. 5 éves teológus voltam, amikor Hegedűs Loránd püspök úr kihelyezett, és talán, ha jól gondolom, ma 8-a van, és 9-én költöztem be a parókiára. Tehát az első szolgálati helyemen vagyok most éppen 30 esztendeje. Kicsit nosztalgiázom, mert az első igazi szolgálatom az nagypénteken volt, és az első úrvacsorát így teljesen természetes, hogy húsvétkor osztottam ki. És akkor a Nébolt RT-nek a vezetője azt mondta, Judit, menjen el nyugodtan, prédikáljon, de kedden reggel jöjjön vissza. És így lettem egyik pillanatról szinte a másikra lelkész. Az első az ige szolgálat, a jeles alkalmakon, az ünnepeken, a családok között a szolgálat, a keresztelés, esketés, temetés, tanítás az iskolába, a helyi iskolákba, gimnáziumban, az általános iskolákban. Bár megszabják a heti óraszámot, mert nekünk is elég feszített a munkarend, olykor, hála Istennek, el tudok menni családot látogatni, konfirmációra készítem föl a gyerekeket. Van egy nagyon kedves kis csoportunk, a Nőszövetség. Igyekszünk legalább minden hónapban egyszer összejönni, bibliaórát is tartani, amellett, hogy megvitatjuk az életünk dolgait. Igyekszem a táborokat, hát el ne felejtsem, a táborokat szervezzük, tartjuk, és igyekszem a magam módján részt venni a város közéletében is. Tehát ott képviselni az egyházat, ahol éppen akár az emberekkel foglalkozó szervezetek meghirdetnek egy olyan fórumot, felkészülni az ünnepekre, a karácsonyra. Tehát úgy gondolom, hogy nem egy egyszerű feladat, tehát sok mindennek bele kell férnie. Én nagyon sokat forgolódom az emberek között, de még mindig van, aki nem tudja, hogy én vagyok itt a lelkész. Ez egy kicsit furcsa, de elfogadom az emberektől, ők ilyenek. Tehát nagyon szeretnénk azért megérinteni azokat, akik valamilyen szinten a városunkban reformátusok. Nem adjuk fel. Én magam sem, és hála Istennek megújult a presbitérium. És ők is, amikor erről beszélünk, nagyon fontosnak találják azt, hogy még nyitottabbak legyünk a városba élők felé. A reformátusok felé, úgy egyáltalán az itt lakók felé. Egyébként is én úgy érzem, hogy egy nagyon nyitott közösség vagyunk. Nem zárkózunk el senki elől. Hála Istennek itt vagyunk a központban, igaz, hogy csak pici az imaházunk, de ott vagyunk Mözsön is, szintén egy hasonló kaliberű imaházzal. Tehát nyitottak vagyunk, és várjuk azokat, akik szívesen hallanának Istenről, akiknek éppen most olyan gondjuk, problémájuk van, ami nem emberi megoldásokkal végződik el. Voltak alkalmak, amikor jöttek nagyobb gyülekezetekből, presbiterek, gondnok, presbiter kísérővel, hogy tiszteltes nő, akkor mi nagyon szeretnénk meghívni. És mindig visszautasítottam a hívást. Valahol úgy éreztem, hogy itt kell maradnom, nekem itt van a helyem. És beigazolódott bizonnyal, hogy másutt is megtaláltam volna azt a szolgálatot, a helyemet, de mindig történt valami, tehát kaptam egy olyan jelet a Jóistentől, hogy ne menjek tovább. Hogy ez majd később beigazolódik.
Hála Istennek vannak olyan konfirmandusaim, éppen a hétvégén lesz egy keresztelés, amikor olyan kislány hozza a harmadik gyerekét, akit én készítettem fel a konfirmálásra. És ez valahol nagyon jó érzés, mert ez azt mutatja, hogy összekapcsolódik a múlt a jövővel. Nemrégen kereszteltem szintén egy ugyanilyen kis volt konfirmandusomnak egy kisfiút, és így végig gondoltam azt, hogy több mint valószínű, hogy én már ezeket a gyerekeket nem fogom tanítani. Tehát eljön az az idő, amikor reménység szerint átadhatom majd a stafétát, és új ember áll a helyemre. Hát, hogy majd ez tényleg hogyan bonyolódik, vagy hogyan lesz, az csak a jó Isten tudja, de hát egyelőre ez a jövőkép.